IPS-en vakval nyugnak. Ugye a tőkés részéről érdemes tudni, hogy a hímeknek csak költési időszakban van ilyen szép díszes tollazata. Később nyári időszakban ők is egy ilyen barnább rejtőbb tollazatot vesznek fel, mint a tojók. Majd a valószínűleg látni is fogunk olyan hímeket, amik már váltják át a tollukat. Erre azért volt szükség, mivel télire ugye leengedik a tavat, és akkor a külső részeken alig maradt víz, és alatt nem tudnának hova húzódni, mert egy ilyen halmentő célja volt, vagy egy balin volt valószínűleg, vagy itt ez egy mesterséges felmelőhely, télire ugye el tudnak verválni a halat, vagy vissza-vissza egy kis kiszállni. Még visszatérve a függőcinege fészekre, ezt a fészket mindig a hím építi a tojónak, és ha a tojónak nem tetszik a fészek, akkor fogja magát és leveri, ugye akkor a hímnek újat kell csinálnia. És az erősebb hímek elvileg tudnak akár három fészket is építeni egyszerre. Sólyomnak milyen színű a virágok? Sárga? Vagy kevere? A virágok. Sólyomnak? Milyen színű? Sólyomnak ilyen picike tört fehér virága van. Akkor mi a sárga? A viszítő. Itt van! Beindult a motor. Zoli, mit csinálsz most? Egy szarvas simogat. Legyen van el, te legyen. Igen. Csak meg kezed kell most. De fura. Vannak halak, mit csinálnak? Ott van egy halak. Még egy hal. Megy a balhé. És elejtette? Ott a kaja. Nagy veszekedés van érte, aztán még nem is éhesek. Hogy köpte?
Huh.